A 21-es járat Városkút megállójánál egy menetrend szerint közlekedő busz gyulladt ki. Ezeken a felvételeken is látszik, hogy a lángok a busz hátsó részén a motornál csaptak fel. Feltehetően a busz motortere gyulladt ki. Az első és második kerületi hivatásos tűzoltók percek alatt a helyszínre érkeztek, majd megkezdték a busz oltását. Az oltást nehezítette, hogy a hőterhelés miatt a felső vezetékek megolvadtak és a buszra estek, így a kollégáim csak akkor tudták megkezdeni az érdemi beavatkozást, amikor az elektromos szakemberek áramtanították az érintett szakaszt. Csak a sofőr lélek jelenlétén múlt, hogy nem történt tragédia. A buszon 30-an utaztak, de a buszvezető időben leszállított mindenkit. Így nézett ki a busz, miután a tűzoltók végeztek az oltással. Kitört ablakok, elszenesedett ülések, a jármű teljesen kiégett. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tűz keletkezési okait hatósági eljárás keretében vizsgálja. Nem ez volt az első eset, hogy egy új busz égett ki Budán. Néhány hónapja a Szilágyi Erzsébet fasoron a Nagyajtai utcánál is egy nemrég vásárolt BKV busz kapott lángra. Magyarországon 2,5 millió, a hegyvidéken pedig több mint 10 000 háztartást érint az az Európai Uniós jogszabály, amely szeptember 26-a után megtiltja a nyílt égésterű, hagyományos gázkazánok értékesítését és felszerelését. A hazai gázkészülékek többsége 18 évnél is idősebb, így cseréjük hamarosan időszerű lesz. A határnap valóban szeptember 26-a volt, de ez az időpont a importőrökre vonatkozik, nem pedig a fogyasztókra. A hivatalos törvény szerint ez év december 31-e az a határnap, amíg ezeket a készülékeket, a hagyományos készülékeket, turbós készülékeket, állógázkazánokat, fali gázkazánokat fel lehet szerelni a kivitelezők által. Egészen mást állít a Magyar Energiahatékonysági Intézet egyik vezető munkatársa. Úgy szól a rendelet, az EU rendelet, hogy 2015. szeptember 26-ával tulajdonképpen forgalomba hozni és vagy üzembe helyezni ilyen hagyományos készüléket már nem lehet. Szakmai becslések szerint Magyarországon a most működő gázkazánok jóval több mint felét illegálisan szerelték fel, vagyis ennyi készülék nem rendelkezik hivatalos működési engedéllyel. Ezt az arányt szeretnék tehát csökkenteni a szakmai szervezetek, továbbá olyan támogatási, pénzügyi konstrukciókat, hiteleket is várnak, amelynek segítségével a lakók könnyebben átállnak a takarékosabban üzemeltethető, ám drágább kondenzációs kazánokra. A szemerkélő eső sem tartotta vissza a kerületek csapatait attól, hogy részt vegyenek a budapesti kerületek önkormányzati foci tornáján. Ezúttal az egyik budai sportcentrum adott otthont a mérkőzéseknek. A 6. alkalommal megrendezett tornára ebben az évben is a sportág amatőrjeit várták a szervezők. Nem csak az önkormányzatok munkatársai, de a hozzájuk tartozó intézmények, cégek és szervezetek tagjai is labdába rúghattak. A futballtorna célja a kezdetek óta változatlan, mondta el Szalai Péter főszervező. A fő elképzelés, a fő elv az volt, hogy hozzuk össze az egymástól közel-távol élő embereket, akik lehet, hogy ugyanabban a szektorban dolgoznak, de legfeljebb munkakapcsolatban vannak, vagy abban sem, de itt a sportpályán találkoznak és összemérik az erejüket. A hegyvidéki csapat tagjai rendszeresen tartanak edzéseket, így nem csak a hasonló tornákon találkoznak. A játékosok még a mérkőzések szüneteiben is gyakoroltak, hogy minél jobb formában legyenek. A játékosok szerint a futball öröme miatt még az esetleges nehézségeket is érdemes elviselni. A sportnak a szeretete elsősorban a labdarúgás szeretete. Sok ismerős az ellenfelek csapataiban, úgyhogy nem ellenségek vagyunk, csak ellenfelek. A hegyvidéki csapat eddigi legjobb eredményét a 2009-ben rendezett első tornán érte el. Akkor a dobogó legfelső fokára állhattak fel a játékosok. Idén két vereséggel, egy döntetlennel és egy győzelemmel zárták a tornát.